A Kistarcsai Őszi Rózsás Nyugdíjas Klub és az Alapszolgáltatási Központ szervezésében került megrendezésre a tavaszi locsolóbál a Csigaházban, ahol a klub tagjai tölthettek el egy kellemes délutánt, ismerős baráti társaságban, szórakoztató műsorokkal fűszerezve. Az Alapszolgáltatási Központ 2014. január 1-től vette át a klub vezetését. A feladatokról és vállalásokról mesélt Pálfi Kálmánné, az intézmény vezetője. Olyan 90 és 100 közötti klub létszámot vettünk át, ami az év végére, tehát 2014 év végére 110 főre nőtt, és megtartottuk az ő szokásaikat, hagyományaikat, tehát azokhoz az eseményekhez, amik számokra fontosak, a húsvéthoz, a majálishoz, a szürethez, az idősek világnapjához, vagy a karácsonyhoz kapcsolódó események mindig megvannak, és megmaradt az is, ami tényleg a legfontosabb nyáron, ez a cserkeszőlői buszos kirándulás, amikor ők a gyógymedencében kipihenhetik a fáradalmaikat. Nagyon fontos, hogy minden hónapban legyen egy olyan rendezvény, ahol ők összegyűlhetnek, beszélgethetnek, táncolhatnak, csak így közösen tevékenykedhetnek. Mindig meglepik egymást műsorokkal, műsorszámokkal, és akkor itt tartalmasan eltöltik ezt a fél délutánt. A klubtagok vegyes összetételűek, a friss nyugdíjasoktól egészen 93 éves klubtagunkig mindenki megtalálható benne. Van egy mag, akik annak idején a klubot létrehozták, ők azok, akik vállalják azt, hogy mindenféle rendezvényen szerepelnek, ők szeretnének egyébként nyugdíjas találkozókon is részt venni, ennek az anyagi fedezetét még keressük, de remélhetőleg jövőre már ez is rendelkezésünkre áll. Amit még tudunk nekik biztosítani, hogy mindig tájékoztatjuk őket, például az Erzsébet-Ligeti Színházból a színházi előadásokról, és akkor oda a jegyelővételben segítünk nekik, és oda ők maguk jutnak már el. A rendezvényt a közösség tagjaiból álló szeretett dalkör nyitotta, akik egy népdalcsokorral kedveskedtek a vendégeknek. Aki kettőt, hármat szeret, nincs is arra jó élet. Lám, én csak egyet szeretek, mégis, de sokat szenvedek. Ez a csinos barna legény csalta meg a szívemet. A dalkör tagja Réti Vilma néni, aki a nyugdíjas klub legidősebb tagja. Ugyan nem tartozik az 1991-es alapítók csoportjába, de közel 18 éve vesz részt a közösség rendezvényein. Úgy adod, hogy kettőnek eszébe jutott, hogy kellene valami változatosság, akkor a Katival is szálltunk ketten, aztán kerítettünk egy harmadik tagot, ő sajnos egészségi állapota miatt már kikapcsolódott. Először egy pár alkalmacsot kíséret nélkül énekeltünk, aztán megkerestük Pista bácsit, vállalt minket. Hetenként járunk hozzá a próbára, minden alkalommal összeszedjük az anyagot, egy csomók ott a gyűjteményünk van már, amit végénekeltük, nem is hiszük, hogy annyit produkáltunk már. Zeneakadémiát végeztem, énektanszakot tanárképzőt, 30 évig énekeltem a Budapesti Kórusban a Forrai Miklós vezetése alatt. Volt 14 éven keresztül egy pesti együttesünk, hatan voltunk tagok sajnos. Közülük már sokan meghaltak. Nyugdíjas házakba és nyugdíjas otthonokba ilyen rendezvényekre mentünk általában tarkal műsorokat adni, részint aktuális dolgokat, karácsonyi, húsvéti, anyaknapit, nagyon koratavaszi számokat. Itt Pestet végigjártuk, aztán a Budapesti Kórussal volt egy Wroclaw Midgoc Dunks varsói körutunk, egy Kassa-Pozsony prágai útunk, volt több Bécsi út, szóval ilyen külföldi közelék utak voltak. Azok nagyon szép emlékek. Vilma néni nem csak az együttesben énekel, hanem duóban is fellépett a locsolóbál műsorában. Következő műsorszámot Bőröndi Pista bácsi adta elő, aki két népdallal készült az alkalomra. Valahol a csendes utcán, szomorúan álmodozva járok.
tudja meg soha senki, hogy épp mindig valakire vár. Pista bácsi nagy népszerűségnek örvend kis tartsán. Matematika és fizika szakos tanárként dolgozott egész életében. Ennek köszönhetően sokan ismerik és hívják meg máig osztálytalálkozókra. Emellett rendszeresen fellép különböző rendezvényeken. Régebben harmonikán játszott, az utóbbi időben elektromos zongorán adja elő az ismert népdalokat, slágereket. A második világháború után akkor kaptam a harmonikát, és akkor kezdtem beledolgozni az egészbe, úgyhogy én amikor elkezdtem játszani harmonikával tulajdonképpen az 1950-es években. Otthon sokat gyakorolok, én mindig kell, mert rengeteg olyan tánccalt, tehát táncra tudok és játszom, amiket még tudom, hogy a közönség most is igényli, főleg a 50-es vagy még előbbi, mert olyan régi számokat is tudok játszani, hogy csodálkoznak csak rajta, hogy én ezt is tudom és ismerem. És az igazság, hogy a zene, most én elsősorban a könnyű zenére, tánzenére gondolok, az nagyon rég múlt, amíg pedagógus voltam, és utána egyik polgármester 10 polgárra avatott. Mert elsősorban a pedagógus munkám, meg a zenei munkám. Rengeteg embernek játszottam például a harmadik, még a nökédei harmadikával, esküvőt. Rengeteg, nagyon sokan ismernek engem, Csömörön, Kerepesen, meg úgy tudja, mint jártuk. Ezt úgy hívják, hogy hakni zenész. Valamikor öröm könnyed, tudtam én a rózsák között sírni. Valamikor nem gondoltam, hogy én egyszer így maradok állam. A program folytatásában hegedűn, majd zongorán játszott Ádám Péter, a Diadalúti Általános Iskola 11 éves tanulója, majd Pálfi Dorina, a Török Ignác Gimnázium diákja adott elő népdalokat. Jó hangulatban telt el a 2015-ös húsvéti locsolóbál. A színes előadások, baráti beszélgetések emléke biztosan hosszan megmarad még a vendégek emlékeiben, legkésőbb jövő húsvétig.